Tisztelt hallgatók, ma a Kisagy összekötetésével folytatom a Kisagy témakörét. Egy nagyon fontos sémás ábrát szeretnék bemutatni először, ahol a felső motonáram rendszer szabályozását látjuk a piramis pályán keresztül. A gerincvelő szintjén ez a tractus corticus spinaliszt jelenti. Erről egyrészt Reglödi professzor asszony előadásában volt szó, másrészt pedig én a szemináriumon is elmondtam a gerincvelő leszálló pályák között a legfőbb szabályozást. Ezek felnősök esetében direktben is érinthetik az alsó motoneuront, 20-30%-ban, elsősorban a finomabb innerváció disztális végtagizmok motoneuronja esetében, de általában interneuron keresztül történik a szabályozás. És ez az interneuron aztán egy közös target pontja lehet a többi ezt befolyásoló pályának, amelyeket leszálló extrapiramidális pályáknak nevezünk, ezeket egyelőre most fekete nyillal jelöltem, és a végén, előadás végén majd ezeknek nevet is adok. Azaz két nagy extrapiramidális rendszerünk van, az egyik a törzsuszok lennének, a másik pedig, amit most fogok elmondani, a Kisagy. És ezek egyrészt leszálló pályákkal tudják befolyásolni a piramis pályának a működését, mint lehet látni az ábrámon, elsősorban interneuronon keresztül. A másik lehetőség pedig, hogy van egy felszálló feedback kör, ami a talamusznak ugyanazon a magjait érinti igazából, és itt a két rendszer konvergál ugyancsak, és ez pedig följut a felső motoneuron rendszerhez, itt elsősorban a Brodmann 6-os és a Brodmann 4-es árjákat kell majd figyelni, ahonnan indul ki mondjuk nagy része a tractus corticus spinalisnak, tehát a piramis pályának. Azaz az a két extrapiramidális rendszer egyrészt fönt az eredésénél, másrészt lent az a végződésénél képes a piramidális rendszert szabályozni és azt befolyásolni. Hogy miért van erre szükség, azt ideírtam oldalt, tehát például a Kisagyon keresztül érvényesül a proprioceptió, tehát a proprioceptív receptorból érkező információ, a vesztulási információ és egyéb környezeti ingerek. A törzsuszokon keresztül pedig például az emóciók, kifejeződése mozgásokon, tehát emocionális testbeszéd, a mozgás amplitúdója, iránya és a szándéka például, egy-két példát mondva erre. És a leszálló részek agytörzset érintenek, itt vannak ugyancsak hasonló pontok, a formáció retikuláris ugye mindenhonnan kap információt és küld is, tehát ez nem meglepő, illetőleg ez a három vagy másik kettő klasszikus extrapiramidális pálya kezdeti pont, tehát a nucleus subaeris, a nucleus vestibularis lateralis, majd az innen induló pályákat a végén ugyancsak megemlítem majd. Említettük az intracerebelláris kapcsolatoknál ezeket a sémás ábrákat, tehát a két nagy afferens, amely képes a purkinyesejtet aktiválni, egyrészt közvetlenül ez a kúszorostot jelenteni, másrészt is ez a többség moharoston keresztül a szemcsesejtek aktiválásával, ami aztán a paralelrostok révén, tehát a dendritfáján képes a purkinyesejteket stimulálni. A purkinyesejtek axonjai elsősorban a kisagyi magvakban végződnek, majd mondok majd kivételt is, és erre gátlóhatásúak, tehát itt a rózsaszín a gátlást jelenti minden sejt esetében, a zöld pedig az excitatorikus jelleget, és azt is látjuk itt, hogy a szemcsesejtek paralel rostjai képesek nem csak a purkinyesejtet, hanem a többi gátlósejtet, a kosársejtet és a csillagsejtet a stratum molekuláriban, illetve a Golgi sejtet a stratum granulozumban aktiválni, amelyek tehát gátlóak, és valahol ezt a rendszert kontrollálják. A kosár és a csillagsejt, amit tegnap említettem, a purkinyes sejteket gátolja, nem ugyanazon sejteket, amelyek a paralelos aktivál, hanem két oldal, tehát a kollaterális gátlásban játszik szerepet. A Golgi sejt meg elsősorban vén a túlzott excitáció ellen. Itt pedig a legbonyolultabb részén az is látszik, hogy a
kimeneti jel, tehát a kisagyi magvakból történik, aminek ma értelmet adunk, és legtöbb az extratorikus jellegű pálya a agytörzs és a thalamus irányába, de van egy újabb, amely gátló jellegű és a nucleus solivaris inferiorhoz megy. Erről is beszéltünk részben tegnap, hogy három nagy része van funkcionálisan és filogenetikai szempontból a kisagynak. Van a legősibb része az arvi cerebellum, vagy arvo cerebellum, ami funkcionálisan a vestibulo cerebellum. Ide a flokkulonoduláris lemény tartozik, tehát a nodulus és a két oldalt a flokkulus hemisztériumokon. Innen tudunk egyrészt direktben a nucleus vestibularishoz küldeni rostokat a purkinyes sejtekből, tehát ez egy kivétel lesz, hogy nem a kisagyi magvakhoz megyünk. De van ennek egy olyan lehetőség is, hogy a nucleus fastigén keresztül megy a kimeneti jel, ugyancsak általában a vestibularis magvakhoz. Ez a funkcionális egység, tehát az egyensúlyozásért felelős, és ezért a szimptomák, ha ezt a lézió éri, ebben nyilvánulhat meg, hogy szédülés, nisztagmus, ez a szemtekerek rezgés jelenti, hányás, és hát természetesen az egyensúlyvesztés jellemzi. A másik, a paleocerebellum, ide ez tehát funkcionálisan a spinocerebellum, ez a hemisztériumnak a mediális része lenne, ugye múltkor az előső levélnek neveztük ezt meg valahogy ezen a területen, az csak nem volt úgy kiterítve, és a nervus előső része, ez tehát a paleocerebellum filogenetikai szempontból, és itt a lézió esetében ataxia figyelhető meg az alsó végtag érintettségével. A legmodernebb emberben a pontocerebellum, vagy cerebro pontocerebellum, tehát a kéreg felől jön az információ, nagyon integrált információ, és nem közvetlenül van kapcsolatban a kisagyja, hanem a nuklei pontis közvetítésével. Ezt tehát neocerebellumnak nevezzük, itt a szürkés területet jelenti, tehát a legszélesebb, legnagyobb része a kisagy hemisztériumának, és ehhez tartozik a mozgások finom tuningolása, és ha ennek sérülése van, akkor ugye egyrészt a beszédben lehet probléma, most elmosott beszéd, aztán nem tudjuk felmérni a tárgyak megérintéséhez a távolságot, diszmetria, hipermetria, jellemző a tremor, remegés, és mindez a izomtónus változással is járhat. A kisagy esetében is találunk homunculus, tehát az ember kicsiben vetül a kisagyra, többszörösen is. Ezt egyébként nem tudjuk részleteiben, csak bemutatom, mert ugye tanultunk előleg a nagyagykéregben is a motoros és a szendoros homunculusról. Na most nézzük meg a kisagynak az afferens kapcsolatait, tehát miért is nevezik például a vestibulo cerebellumnak a nodulus középen, illetőleg a flokulus, azért, mert vagy közvetlenül, vagy közvetve a vestibulás rendszer felől kap információt. Az egyik lehetőség, tehát a nervus vestibulo cochlearis direktben végződik a nodulusban, ipszilaterálisan, ugye itt van az elsődleges neuron ebben az esetben a ganglion vestibuláriban. A másik pedig, hogy a nervus vestibulo cochlearis a nucleus vestibularis lateralis kivételével a másik három vestibularis magban végződik, tehát a vestibularis superior, medialis és inferiorban, és onnan indul ki a tractus vestibulo cerebellaris, ami két oldalon is képes a flokkulusban végződni, valamint ez is mehet a középső területekre is. Tehát ez fogja a belső fülből, a labirintusból, az egyensúly receptoraiból, egyensúlyos receptoraiból az inputot szállítani. A másik nagy rendszer a spinocerebellum felé a proprioceptorokból történik. Az alsó végtag esetében itt két pályát kell megemlíteni. Az egyik a tractus spinocerebellaris posterior, amely, mint tudjuk, azonos oldalon száll fel a Clark-féle magból. Itt ugye ez a posterior thoracic nucleus van föltüntetve, de ez igazából a Clark-féle mag lenne. Azonos oldalon vetülünk a
mediális részében a hemisférióknak, ahol van a spina cerebellum, és L3 alatt van egy másik pályánk is, ami kétszer kereszteződik, és bonyolultabb minden szempontból, mint az előző, ez pedig lenne a tractus spina cerebellaris anterior, a végén, tehát ez is ipszilaterálisan, azaz azonos oldalon végződik a mediális részén a kisebb hemisférióban. A felső végtagról egy pályánk van, ezt tractus cuna cerebellarisnak hívjuk, ez a nucleus cunatus lateralis vagy accessoriusból indul, oda pedig a C8 feletti hátsóléki ducok centrális nyúlványára érkezik. Ez is tehát ipszilaterálisan végződik. Azaz mind a három végtagot jelentő proprioceptív információt szállító pálya azonos oldalon végződik a kisebb hemiszférumokat tekintve. A következő, talán a legtömegesebb és nyilván jelentőségét tekintve a legfontosabb összekötetés, ez tehát a nagyagy kéreggel van, amit említettem, sosincs közvetlen kapcsolat a kisaggyal, se afferens-referens kapcsolatokat tekintve, itt látszik mind a kettő. Tehát a kéregből nagyon diffúzan minden területről jön információ, egységesen ezt tractus corticopontinusnak nevezzük, de tudjuk, hogy van frontopontin, temporoxipontin, stb. Része, és aztán a nukleopontiszban végződnek, majd, ahogy látjuk a másik ábrán, kereszteződnek, és ez lesz a legtömegesebb pálya, amely halad a kisagy irányába, ez a tractus ponto cerebellaris. Itt lehet látni, hogy nuclei pontison keresztül átkereszteződik utána a pálya, és a kimenő, már most mondom előre, ugyancsak visszakereszteződik, tehát tulajdonképpen azonos oldalra jelent vissza a thalamuszon keresztül. Egy érdekes kapcsolat, és azért különleges, mert ha emlékeznek a múltkori előadásomra, akkor ez egyetlen összekötetés, amely nem moharostal, hanem kúszorostal végződik, ez pedig a nucleus olivaris inferiorból ered, és ez is egy keresztezett pálya, és a túloldali kisagy hemiszférumához megy, és aztán ez közvetlenül végződik kúszorostokkal a pulkinyesejtek dendritfáján, itt lehet látni a kapcsolatait, tehát ez is egy keresztezett pálya, és a kapcsolata visszafelé ugyancsak visszakereszteződik. Itt mutatja a nucleus olivaris inferior egyéb kapcsolatát is, kéreg felől a nucleus ruberen keresztül, de egyébként majd említek egy új pályát is, ami kisagyból közvetlenül megy vissza a nucleus olivaris inferiorba. Ezek még a tankönyvi ábrákon nem szerepelnek. Hát itt lehet látni a nucleus olivaris inferior különleges voltát, tehát még a moharostokkal érkező pályák tulajdonképpen három nagy centrumot hoznak létre, vagy területet a kisagyon belül, tehát vestibulocerebellum vémelőlve és részben a vermis, aztán a spinocerebellum a sárga, illetve a kéknek egy része, és aztán a pontocerebellum, vagy cerebellum a legpotensebb rész. És látjuk, hogy ez a fóliumokra tekintve, merőleges állásra, a fóliumok ugye most így haladnak hosszában, ne felejtsük el, és a vermis fóliumok folytatódnak a hemiszférium fóliumokban is, tehát ezek erre merőlegesek. Míg a nucleus olivaris inferiorból jövő kúszorostok tulajdonképpen ezzel erre merőlegesek. A nucleus olivaris inferiornak szerepe valószínűleg a motoros tanulásban van, tehát például egy állatkísérletben, amikor váratlan akadály elé került egy állat, akkor kezd el tüzelni a nucleus olivaris inferior, egyébként pedig az automata mozgásokban a törzsucok játszanak szerepet. Erre jó példa ez a kísérlet, amikor pulkinyesejtről elvetés történt, és az egyszerű kis csúcsok azok a polarostok aktiválásával jönnek létre, amikor automatikus járás van egy sík felszín, amikor aztán egy váratlan akadály történik, akkor egy komplex csúcs jelenik meg, és amikor ez megoldódik, akkor ez lecsillapodik, van egyfajta gátlás is, ami a polarostok aktiválásával történik, ezt LTD-nek, tehát long term depressionnek nevezik. Ez ugye élettanból lehet érdekes, nálunk nem fogjuk kérdezni. Az afferens pályának összefoglalóját látják itt ebben a táblázatban, és hát mondtam a legősibbet,
a vestibulo cerebellaris rendszert, amely tehát lehet közvetlenül vagy közvetve, aztán a spinocerebellaris rendszert, itt ugye a spinocerebellaris ventralis dorsalis, a spinocerebellaris van föltüntetve, de ide mondanám, eddig nem említettem a fejről jövő tractus trigeminocerebelláriszt is, ami elsősorban a tractus spinalis nevű trigeminiből jön, ez inkább a nem tudatosuló információt jelenti. A nucleus sensoris princepsből is jöhet valamennyi, de ezek elsősorban epikritikus pályához csatlakoznak, tehát a lembiscus trigeminalis dorsalishoz és tudatos hatalmazon keresztül. A pontot cerebellaris a legtömegesebb, a kéreg felől érkezik, és akkor ez a különleges az olivó cerebellaris pálya az egyetlen, amely húszorostól végződik. Itt is döntbetűvel van írva, és említettem korábban talán, hogy emberben ez nem bizonyított, tehát a felső végtagról igazából csak a cuneo cerebellaris pálya létezik azon állatoknál, amely négy végtagot használja még a mozgáshoz, földön járva, úgy értem. Ott még van egy másik spinocerebellaris pálya és a felső végtagról, ami rostralisnak van nevezve. Hát ezeket igazából korábban említettem, vestibulo cerebellum, tehát az egyensúly fenntartás és a szemmozgás van is szerepet játszó rész, a spinocerebellum az izomtónus szabályozza, és az antagonistizmokat koordinálja, a cerebro, a pontot cerebelláris rendszer, az pedig a finom motorika szabályozásában játszik szerepet. Na most a kimenő pályák előtt fontos megemlítenem, hogy a purkényes rétek axonja és egy alapszabály elsősorban, tehát a kisagymagokban végződik, és látjuk hozzá a megfelelő kisagykéreg területet, purkényes rejteket kell itt elképzelni benne, és látjuk, hogy a legtömegesebb része az úgynevezett ponta cerebellum, az nucleus dentatusba vetül, purkényes rejteket tekintve, és ezért ez igazából az egyetlen mag, amit makroszkoposan látunk a kisagy preparátumokon. A spinocerebelláris rész az a nucleus globosus és emboliformisba vetül, amit együttesen nucleus interpositusnak nevezett hatunkban, és a középső rész, beleértve a vestibulo cerebellumot is, az pedig a nucleus fastigibe vetül. És akkor innen indulnak ki az efferens pályák, amit mindjárt fogok említeni, azonban ide írtam, hogy egy kivétel lehet, hogy a purkényes rejtek axonjai egy helyen közvetlen is végződhetnek a kisagymagok nélkül, ez pedig a nucleus vestibulis lateralis, ez a vestibulo cerebellumból indul, és ez fontos lesz majd az alsó végtag extenzorának az aktivációjához, a test helyzet fenntartásához. Na tehát melyek ezek a referens pályák? Az egyik a tractus dentato, lehet úgy is találni, hogy cerebellotalamicus. Ez az, amelyik elsősorban nucleus dentatusból ered, itt lehet látni, tömegesebb része, részben, kisebb részben a nucleus interpositusból, tehát az emboliformisból és a probózusból. Ez elsősorban a talamushoz megy, kontralaterálisan, és onnan fel a kéregbe, a négyes Bergman áreához, régebbi könyvekben még a hatos is meg van említve. Ez elsősorban a ventralis lateralis magon keresztül történik, de lehet régebbi könyvekben a ventralis anteriort is még talán, tehát mindkettőt el fogjuk fogadni. A másik pedig a nucleus ruberhez való kapcsolat, az elsősorban már az emboliformisból és a globosusból történik. Ezt a pályát cerebellum, ez is lehet dentato ruberalis, de itt a nucleus dentatus kisebb jelentőséggel bír, inkább már cerebellumrálisnak hívják, mindkettő helyes. Tehát fölmegy a kontralaterális nucleus ruberbe, és onnan már tudunk egy pályát majd, amely jön lefelé, mint tractus ruberospinalis. Itt a másik két efferens pálya, itt már inkább cerebello reticularisnak hívjuk, mert nem a nucleus dentatusból jönnek, ez a nucleus fastigiből ered és megy vissza a formáció reticularishoz, hiszen mondtuk, hogy a formáció reticularis minden onnan kap és küld is információt, ebből indul ki a tractus reticulospinalis, a legfontosabb leszálló pálya az izomtónus szabályozásához, és a másik pedig a tractus cerebello vestibularis, amely pedig a nucleus vestibularis lateralishoz megy, ez olyan
variáció, amely a kisagymagon keresztül történik, és ez a Oculus Vestibulus Lateralis, vagy Deitus magból indul a Tractus Spinalis, vagy Vestibulus Spinalis Lateralis, amely az alsó végtag extenzoráit aktiválja, tehát a testtartás fenntartásában játszik szerepet. Összefoglalva az efferens pályákat, tehát van a dentátor, vagy cerebrotalamicus, ventralis anterior, ventralis lateralison keresztül a kéreghez megy, a tractus cerebellum, vagy dentátor rubralis, a szluverhez, a tractus cerebellum reticulis formáció reticulárishoz, az még húzódik igazából az agytörzsön, és aztán van a tractus cerebellum vestibularis, amely pedig a vestibularis lateralis maghoz megy, és beírtam az újabb összekötetést is, ami egy direkt összekötetés a cerebellum és a nucleus uvularis inferior között. Ez kontralaterális és gátló lesz, és ez egy fontos mikrokörnek a része lesz ezáltal. Ez egy relatíve új adat. Így ki van emelve a nucleus uvularis inferiornak a szerepe, amely egyrészt a mozgás tanulásban, másrészt a spontán oszcillációval koordinálja a cerebellális aktivitást. Ez egy újabb ábra az efferens pályák összefoglalására. Tehát lehet látni még egyszer, hogy az efferens pályák az intracerebelláris magvakból indulnak elsősorban, tehát a dentátuszból a thalamus közvetítésre a kortexhez, a nucleus globosus és emboliformisból, most itt csak a nucleus ruber van kiemelve, ahonnan a nucleus spinalis pálya jön le a gerincvelőhöz. Aztán a nucleus fastigiből mehet egyrészt a formáció reticularishoz, másrészt a vestibulus lateralis maghoz, ebből a reticulus spinalis meg a vestibulus spinalis pálya megy le a gerincvelőhöz. Tehát tulajdonképpen ez a három fontos lesz a leszálló extrapiramidális pályákat tekintve, egyébként meg ez volna egy piramidális pálya itt föltüntetve, és akkor itt látjuk a nucleus uvularis inferiort, amit most egy új kapcsolattal is jelöltem, hogy nem csak bemenő jelben direktbe kúszórosra, hanem van a kis egy magabból egy direkt kapcsolat a nucleus uvularis inferior felé. Ez ugyanazt hozza, ez pedig ugyancsak összefoglalja a fő kapcsolatának a kis egynak. Ez inkább élettani szempontból lehet érdekes. Látjuk, hogy a kisagymagvak stimulálják a nucleus vestibulus lateralis, ahonnan a vestibulus spinalis pálya el, és az extenzorizmok aktiválja, tehát itt azért végződik az extenzor alfa motoneuronokon és excitotikus jellegű, de vannak a flexorokat aktiváló leszálló pályák, például rubrus spinalis, meg maga a corticus spinalis is, és aztán van a reticulus spinalis, amit már korábban a szemináriumban említettem, hogy ez elsősorban a gamma neuronokon végződik, tehát ezért az izomtónus szabályozza. Amint érdekes, mutatja az élettanban tanult decerebrációs és dekortikációs rigiditást, tehát hogyha az A szinten van a lézió, azaz mind a kéreg, mind pedig a nucleus ruber kiesik, akkor csak a vestibulus spinalis pálya érvényesül, vagy lesz domináns, és ezért minden végtag extenzióban van. És amikor van a dekortikációs rigiditás délel, ott pedig csak a kéreg esik ki, tehát a nucleus ruberből induló rubrus spinalis pálya még érintetlen, akkor a felső végtagok flexiója és az alsó végtagoknak az extenziója van a betegnél. Hát igazából ez egy összefoglaló megalapítása a cerebellum funkciójáról, nem fogom ezt most részletezni. És a kapcsolatait szeretném makroszkópusan a kisagynak, ami a kisagykarokat jelenti. Ugye tanultunk három kisagykart, pedunculus cerebellaris superior, ami látszólag a mezenkefal irányából jön, a legnagyobbat a pedunculus cerebellaris medius, a hídból, és a nyúltvelőből pedig a pedunculus cerebellaris inferior érkezik oldalról. És itt pedig az előbb említett pályák lokalizációja az egyes pedunculusokban. A superiorban elsősorban a kimenő pályák vannak, azonban van egy afferens is, erre talán emlékeznek, a tractus spinalis cerebellaris anterior. A medius az majdnem kizárólagosan a tractus pontot cerebellarisnak van fenntartva, 90%-ban mutatva, hiszen ez a legvastagabb messze az összes többi pedunculushoz képest, hogy gyakorlatilag a kéreg, vagy a kéreg a nuclei pontison keresztül milyen fontos kapcsolatot biztosít, és gyakorlatilag az összes többi pálya, amelyek az
afferenseket jelenti elsősorban, de lehet ugyancsak efferens ebben is, tehát ez a két utolsó, amit ott jelentem, az a pedagógus cerebellus inferiorok keresztül halad. Ezekről a léziókról is tettem már említést, tehát a testhelyzet, illetőleg a motoros, tehát szemmotoros mozgásokban való probléma, spinocerebellus léző esetén a testtartás, járás, ataxia jellemző módon, tehát terpesz és a valamilyen támasz, de a fal mentén történik a sétálás. A cerebellum léző, tehát a pontocerebellum léző pedig a finom motorika kiesése. Egy érdekes klinikai esettel zárnám. Nemrégen írtak le, és elég ritka eset, hogy valakinek teljes cerebellális agenéziája volt. Nyilván sokkal később tanult meg járni, meg beszélni, és a mai napig még kell a járásához segítség, illetőleg a beszéde még most is elmosott. De ettől függetlenül például férhez ment, és még egy egészséges lány is született, nem volt a terhesség alatt a komplikáció. És ami érdekes, és hát tulajdonképpen megmagyarázza, hogy miért volt relatíve kevés problémája, az visszatérve az eredeti ábrához, az lenne, hogy a két nagy extrakranális rendszer közös pontokat talál a piramides rendszer szabályozásában, vagy tehát befolyásolására. Egyrészt a felső motoneuronnál a piramiskák kezdeténél van, másrészt az alsó motoneuronoknál, mert hasonló leszálló pályákat is használ a két nagy rendszer, illetve a fölmenő része az a talamusznak ugyanazon magért használja. Tehát magyarán, ha az egyik kiesik, akkor a másik valószínűleg ezt tudja kompenzálni, pláne ha egy hosszú folyamat és nem hirtelen történik meg, mint ahogy egy beleszületett mutáció következtében bekövetkezett kisebb agenézia. Köszönöm szépen a figyelmet!